A kisvárdai várfürdő, uszoda és kemping egy 4 hektáros zöld övezetben fekszik, és olyan gyógyvizet biztosít, amelynek az adottságai nincsenek kellőképpen kihasználva. A rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalék átcsoportosításával a kormány 2,5 milliárdot biztosít a várfürdő és környéke fejlesztésére. Vizsgálta a kormány azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt megfelelő szinten lehessen hasznosítani, és különösen arra az adottságokra, amiben önmagában Kisvárdán adottság, hogy 20 kilométeren belül, vagy 30 kilométeren belül két határos ország is elérhető, ugye Kárpátalja, illetve Felvidék, és a felvidéki magyarság esetleg bekapcsolása a helyi turizmusba. A beruházásnak köszönhetően olyan szolgáltatásokkal gazdagodik majd a várfürdő, amelyek többnapos programot kínálnak a látogatók számára. Szeretnénk egy olyan sportszállót építeni, ami elégséges színvonalú szállást tud biztosítani Kisvárd és környékének. Itt akár már megkezdett sportfejlesztéseknek a kihasználása mellett, például sportrehabilitációba is gondolkozunk. A másik része ennek megfelelően nem csak sportrehabilitációra, hanem olyan balneológiai központ kialakítása, ami szintén a gyógyvízre épülve sikeres, és be tudjuk vonni ebbe a szegmensbe. Szeretnénk egy tematikus vízipark létrehozását. Várhatóan a filmvilággal kapcsolatos dolgokat szeretném megjeleníteni, hiszen aki ismeri a környéket, az tudja, hogy például Ricsén született Adolf Cukor, aki a Paramount Picture-nek volt a megalapítója, de számtalan olyan a filmben jártas személy származik Kisvárdáról és környékéről, ami meghatározhatja azt, hogy egy vízifilm stúdió alakuljon ki. A nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, hogy idén 1 milliárdot, 2016-ban 1,2 milliárdot, 2017-ben pedig 300 millió forintot biztosítanak a beruházáshoz. A tervek ebben az évben elkészülnek, és még ősszel elkezdődhetnek a munkálatok is.